Ezúkba azért nem bírok felkelni. Fél 11-kor. Már készülődés a holnapi napra. Holnap reggel menjek laborba. Kelljek 8 órakor. 8 órakor, baszdmeg. Két napig olyan leszek, mint a zombi, baszdmeg. Hétfőn ide, gasztro, kontroll. Ott is kelljek fel legalább 10 alkkal. Atya úristennek, nem bírok korán felkelni, bazd meg. Relatíve korán. Nekem 10:30, az meg korán van. Most is 4 óra volt, hogy lefeküdt. Legalább szakadna már felfel valamiért a gyógyszertől, bazd meg. Azért nem, baba. Hideg van már azért. Egyszer gatyába. Jó. Fűtsünk egy kicsit. Megöltözködjünk fel. Utálom a kontrollt. Labi az első. A labor. Annak meg kell lenni pénteken, különben nem tudjuk, mennyire vagyok egészséges. De már lassan 3 hónapja. Csak meg kell neki lenni. Tiszta takony vagyok, bazd meg. Ezért kellek fel láma 10:30-kor, hogy este korábban el tudjak aludni, és utána 9:30-kor fel tudjak kelni. A nagy kaland. Te már ne zugjál itt nekem, bazd meg. Gép meg bekapcs.
Hát nem. De. Éjszaka is fenn voltam kétszer. Kétszer egy fél órát. Elég hát nem sikerült korán elaludni. Tiszta gyász. Potyogja. Szivornyázni. Nem. Sejrót betúrni. Mert az miért? Tegnap volt hajmosás. Hát, bazd meg. Nyingle, mint a felizgatott klatyó kefe. Nyingle, nyingle. Nekem a csém. Úgy elbazd meg, mint a veszett asszony pináján a szél, bazd meg. Fejsű meg a szülyeség. Bazd meg, szembe köldöm ezt a kamerát, beterítem izével, bazd meg, csulával, turhával. Hozzám, fiam, zoknit, mert meglevesedik az orrod. Az már megvan, bazd meg. Üljél ide vissza. Menne. Szopjunk egy autócukrot. Ez az.
Hány perc kell, hogy magamhoz térek? Nem is jól mondtam, mert ez Tantum Verde, vagy mi a gyász. Mondom én, hogy egy óra már jönnek a izé hülyeségek. Nem. Azt mondja, hogy... Ugye... Szeretném megkérdezni, tudnál nekem csatornaképet készíteni, egy Minecraft alapú képet szeretnék, de magam nem tudom elkészíteni. És téged ajánlottak, ha tudnál nekem segíteni, kérlek, írj vissza, köszönöm, viszlát. Ugye megírom neki, hogy szia, igen, vállalok csatornakép készítést, 8500 forintba kerül, és néhány nap alatt elkészül a részletek megbeszélése után. Üdv, Tamás! És akkor már posta fordult el, már jön is a mail, hogy olcsóbban nem lehetne. De ez túl drága, ugyanis én. De viszont nem tudok készíteni, tehát Szlovákiából vagyok, és egy kezd, de viszont nem tudok készíteni egy képet, és mivel nincs időm, örülök, hogy most rá tudtam magára írni, ha tudna nekem egy kezdetleges képet küldeni ingyen, az nagyon jó lenne, viszlát, és hogyha lehet, írjon vissza. Hát egyrészt én primitív, szar, kezdetleges, gagyi, és sorolhatnám még milyen munkákat, nem szoktam sose a kezemből kiadni. Tehát ez rám nem jellemzett, hogyha ha olyas valaki kell, aki összetákol valami fost, akkor nem én vagyok az ő embere. És akkor még egy lehet, azt mondja, ha kell, még reklámozom is magát az ismerőseim és a barátaim és mindenki között. De ki vagy te, bazd meg, reklámcég, vagy hogy... Mit számít a reklámod? Azt pénzre tudom váltani? Egy csatornakép ennyibe kerül, napokon át készül. Én tudom, legutóbb két csatornakép készült, azért... Hosszú napokig tartó egyeztetés van, mert azért dolgozok vele, aztán először az ötletek, aztán a, mit tudom én próbálom az első vázlatokat megcsinálni, aztán még finomítani rajta, ezt esetleg így, ezt esetleg amúgy, betűtípus cserélni, ezt a szint nem oda, na, stb. Tehát ez egy több napos munka, hát ennek ennyi az ára. Ha aki nem tudja megfizetni a szolgáltatást, az ne vegyen igénybe szolgáltatást, az ennyire egyszerű. Most mit írjak? Örülnék, ha visszaérne. Hát akkor megírom neki. Kedves. Én a kezemből nem adok ki férc munkát. Kezdetleges, gagyi, trehány, félkész és egyéb munkákhoz
nem adom a nevem. Ez nálam a féle szakmai attitűd vagy hiúság, ha úgy tetszik. Mindenkinek ennyiért csinálom a YouTube csatorna képet. Hát mindenkinek ennyiért csinálom a YouTube csatorna képet. Ez egy több napos munka. A hiedelmekkel ellentétben. Tehát ennyi az ár. Mit akar, milyen e-mail fiókot akar nézni? Hiba történt a következő leveleinek ellenőrzésekor. Superdog@freemail.hu. Megcsinálja óránként. Szerintem megszűnt az a freemail fiók. Már nem használtam. Tehát ennyi az ára. Azt mondja, hogy kezdetleges képek készítéséhez más embert kell megkérni. Üdv, Tamás. Hát, nem, tényleg nem tudok mit írni. Hát. Na. Még valamit erről a reklám dologról. A félreértések elkerülése véget. Az reklámozzon, akinek van reklámban értéke. Tehát aki nekem pénzes ügyfeleket tud felhajtani. Hogyha nekem az ugyanolyan pénztelen Csóringer haverjai között reklámoz, akik ugyanúgy nem tudnak a szolgáltatásért fizetni, mint ő, az nekem nem reklám. Mert nekem az nem hiányzik, hogy beharangozzon a fizetésképtelen ügyfelek között. Ugye, mert az nekem nem ügyfél. Ezért nincsen értéke az ő reklámjának. Tehát, igen, az az ember, aki tud fizetni a munkámért, és hajlandó reklámozni, még pluszba, igen. Attól szívesen fogadom a reklámot. De a pénztelentől nem. Az mi? Hogy nekem jöjjön minden nap 30 olyan izé, hogy nem dolgozok-e szívességből. Dolgoztam szívességből 7 éven át. Elég volt, most már pénzért dolgozok. Megint jött egy csomag. És megint az a krickracon ráírva, hogy amit szerintem úgy lehet kiolvasni, hogy Kína. Rövidivel. Szerintem ez még mindig az, amit Timi küldött, mert azt mondta, hogy lesz még csomag. Csak nem árult el, hogy mi van benne. Azt mondja, várd ki a végét, hogy mi lesz még. Hát kíváncsi vagyok, mert most meg még csak 12 óra van, és akkor most délután 4:30-ig még meg fog enni a fene, hogy mi lehet vajon a csomagba. Na de most ez a mai vlog, ez olyan vlog lesz, ami rendhagyó, amilyen még eddig nem volt. Ébredésemtől kezdve folyamatosan veszem az egész napi történéseket, és azokat folyamatosan másolom a gépre, szerkesztem, rakom be, és a nap végére elkészül egy egész napos full long maraton blog, vlog, ami az egész napomról szól.
Tehát nem lesz külön így szétkaszabol, hogy mit tudom én, jön nekem egy gondolatom, vagy valami, és akkor azt felveszem, és kifejtem, hanem nem, ez most ilyen full napos blog lesz. Vlog, minek mondok blogot. Tehát, aki még nem készítette be a popcornt, az most bekészítheti. Nem tudom, hogy hány perc a hosszúsága, milyen hosszú lesz. Tehát már nyilván látjátok, akik a videót nézitek, hogy hány perces lesz végül ez a videó. Na, hogy telik egy napom így egészbe? Most például úgy telik a napom, hogy ezt szépen elmentem, tehát már látszik, hogy ennyi megvan a projektből, ugye, a reggel is nittek, ami már 32 percnél tart, de ezt most én szépen beoltatom, és meg ebédezni. Ha vagy reggelizni, vagy ahogy jobban tetszik. Na, van itt füles csacsi újság, meg ügyes. Megnézzük, mert régen mindig szerettem a fülesbe a képregényeket, meg a vicceket. A vicc az ki van belőle vágva, na majd visszahajtjuk a szemjelét. Milyen képregény van benne? Régen szerettem nagyon a Fazekas Attila képregényeit. Jó kis békebeli zaurád. Képregény. Ez nagyon fasz. Titokzatos automata, legenda és valóság Kempelen Farkas életébe. 8. rész. Láttam az első hetet. Ne javulok. És viccet olvassunk már itten ebédezés közben. Hát, ha félre nyelünk a röhögéstől, nem? Tudnám, hogy ki a tököm szórakozik azzal, hogy félcsenget, aztán nem szólnak. És lemegyek, mert volt már olyan, hogy becsengettek, azt itt vettek valamit. Tehát, hát ha fontos. Csak legalább akkor belevakkantana, hogy na mi van. Nem? Nincs itt hagyva semmi a levélládában, nincs. Nincs. Na, ide jönnek, megnyomják, azt nem szólnak bele. Mert a múltkor kérdezte valaki tőlem, hogy milyen lehetőség lenne rá, hogy ő szeretne valamit nekem küldeni. Csak hát ugye nem tud bejönni a kapun, mert zárva van a kapu. És hát mondtam neki, hogy akkor azt fel kell adni postán, mert ugye kulcs az nekünk van, meg a postásnak van. És idegennek ugye nem adunk kulcsot. Maximum azt lehet megcsinálni, hogy idejön, becsönget, és akkor mondja, hogy hoztam valamit, XY vagyok, hoztam valamit, azt akkor ide felrakja a levelet a kaputelefonnak a tetejére, mert ha ide lök, vagy ide erre a levélláda párkányra, mert hogyha ide belöki a levélládába, ami esetenként tele van 50 kiló szeméte, akkor nem biztos, hogy észre fogom venni. Tehát, most ha valaki ennyire szégyenlős, hogy nem mer bele se szólni, vagy valami, hát na, nem tudom.
Akkor ez most biztos valami minimalista begyárkodás volt, hogy... Na mindegy. Ilyen is van. Melyik az a coach? Jó. Hoppá, egy pénz van nálam. Na. Zimmal meg a kereket. Jó, az elég kemény. És kemény. Fék a szar. Meg azért még bírja. Meg az, ha mondom. Let's go. Tiszta tavasz van, bakke. Fog a fene bent rohadni, amíg renderel a Vegas. Most van 2:40, még legalább 30 percig renderel. Az 3:10, hát 3:45 körül kell hazajöjjek. És akkor most megindulunk tekeregni, meg egy-két dolgot venni. Merre csavarogjunk egyet. Fékezes vlog. Nem volt kedvem felrakni a kerékpármontot, mert úgy mindig csak a fejemet tudom mutatni. Úgy meg azért nem annyira érdekes, hanem néha lehetne mondjuk az utat is. Ugye? Kifordítva a GoPro-t. Ahogy észvesztő sebességgel száguldok. Na szóval... Hát lehet, hogy megszivattam magam ezzel az effekteléssel, mert... Ugye arra már régen rájöttem, hogyha... Na a túrban megvágok egy felvételt, akkor ugye a záros határidőn belül lerendereli a Vegas. De ha bármilyen effektet teszek rá, főleg ha több effektet, bonyolult effektet egymásra, akkor aztán vége van a gépnek. Olyan lassan számolja, hogy most egy hát körülbelül 4,5 perces részt szakaszt jelöltem ki előrendelésre, próba renderelésre, és hát 45 percig fogja csinálni. És azért ez az egy kicsit sok. Nekem sok. Letaposó, vagy mi lesz? Traktor.
helyzet, már tolattok itt. Össze-vissza, meg csauváltok itt. Közelebb van ez a traktor, mint GoPro-ba látszik. Az autó is. Szóval... raktam rá egy olyan effektet most, akiket nem érdekelnek a technikai részletek, azok ne figyeljenek ide, de elmondom. Egy olyan dolgot csináltam, ugye, hogy amikor felkelek, támolygok, éppen térek magamhoz fele, akkor ilyen álomszerű effektet akartam rátenni. A videósávot megdupláztam, felső sávnak a képkocka számát lefeleztem, ezért ilyen kicsit ilyen szaggatós legyen. Rákevertem a másikra, screen keverési módba, és akkor ugye még tettem rá egy blurt, egy elmosást, egy gauss blurt. Mondom, legyen ilyen álomszerű, ilyen fátyol az egésze. És ez még semmi, hanem alulra a videó buszsávba beraktam egy motion blurt. Egy ilyen hatképkockás motion blurt. És ennyi effekt van rajta összesen. És ezzel úgy megtérdel ez a kis szerencsétlen AMD, hogy a 4,5 perces szakaszra 45 percet jósolt. Azt ugye a hűtése is olyan szar, beég a proci ventilátor, proci hűtő, és vagy hagyom, hogy bőgjön a processzor hűtő, mint az állat, vagy elveszek a feladattól két magot a programtól. De akkor meg ugye a sebesség, a dolgozás sebessége az drasztikusan esik, drasztikusan csökken. Azt addig nem tudok mit csinálni, mert ha nekiállnék vlogolni, most a szobába bármit is megörökíteni, akkor ugye benne lenne ez az állandó gépzúgás, amit meg én nem szeretek. Ándor bömböl a háttérbe a gép. Úgyhogy inkább úgy vagyok vele, hogy lejövök egy kicsit csavarogni, ha most úgyis korán keltem. És akkor összekötöm a kellemest a hasznosra, lehet, hogy még beugrok a boltba venni egy-két dolgot. De mondjuk azt sem nagyon kell, mert van majdnem minden, csak éjszakai harapni való nincs. Amúgy nappalra van. Úgyhogy úgy döntöttem, kicsit csavargok. És kipróbálom ezt a kézbe GoPro-zást kerékpáron. Filóztam már rajta, hogy egy ilyen toldalékkal, egy hosszú csővel meg kéne toldani előről. Na jó. Mi jobbra megyünk? Égbe, világba. Nyírvasvári felé. Meg a büdös szarszagú tejesztehénytelep felé. Szóval úgy gondoltam, hogy hogyha ide rakom a kormányra, akkor lehet jó vlogolni úton. De akkor csak az én pofám látszik, az út az nem nagyon.
Meg ugye a kerékpár se nagyon van benne. Ha hátulra rakom ide, alulra, az megint nem jó, mert akkor meg a lábam lóg bele a képbe. Akkor az meg azért nem jó. Itt lassítani kell, mert jön egy vasúti átjáró, az kihullik az összes fogam. Ugye, ugye? Félkézzel. Melyik a busz is lefele szorít. Önk Romániába. Vállalj fele. Menjünk. Na szóval. Úgy kéne képkivágást csinálni, hogy én is benne legyek valahogy, meg ezért a bicikli eleje is, meg egy kicsit a háttér is, ezért ide kéne előre rakni a kamerát, ide erre a csőre, ide a kormánycső elé, lámpa alá, és akkor de egy hosszabbítóval kirakni. Egy tudom én ilyen messzire előre. Ahhoz kéne még egy kerékpár felfogató, mert a csövem az van. Ugye? A barkács csövem. Elhagytuk nyírbátot. Na nézzük te. Jó van, azért nem megyünk be Vasváriba. Mert minek? Na, ez a város büdös része, innen jön a fasz, a latrina szag, gané, csirkefeldolgozó üzem, jó van, nem akarok én Vasváriba menni, vissza is fordulok itt. Csak nem hallok semmit, azt nem akarom, hogy hátulról elüssön valaki. Ugye csak. Menjünk vissza a városba. Szóval nem nagyon fogok én effektelni továbbra se ilyen videókat, mert nagyon nem éri meg. Ezt a videót mire én lerenderelem, szerintem egész éjszaka ki fog neki tartani, mert az egész nap történései benne lesznek, aztán majd valamikor lehet, hogy csak hajnalba töltöm fel. Hát, na, akkor hajnal lesz belőle. Na, bemegyek a boltba, veszek estinosit, aztán még tekergek egy kicsit, azt utána haza. Hát, mozgalmas lesz ez a mai nap. Még alig érek haza, átmásolom a videót, hozzápakolászom a többihez, végignézem, akkor jut eszembe, hogy jé, nekem még ma postára kell mennem, mert küldeményem van. Ezt rápillantok az órára, mindjárt 5:30. 4:27. Azért azt sem akarom, hogy túl későn menjek, az bezárjon a posta. Úgyhogy ucu neki szaladjunk bele a vakvilágba. Valószínűleg olyan fasza idő lesz, hogy tavaszi jackit elő lehet venni. Hány fokok vannak ilyen? Tegnap is 7 volt. Na jó.
a papírka. Ezt igazolvány meg gondolom nem kell úgyse. Megint hozzá. Megint olyan suttyomba gift lesz. No, let's go. Na mi van nekünk? Na mi van nekünk? Egy újabb csomag. Méghozzá a témától jött, úgyhogy tudom is, hogy mi van benne. Ki lehet tapintani. Ez kérem szépen a teleszkópos bocs, amit hetekkel ezelőtt rendeltem. Na most egy dilemma előtt álltam, ugye, mert elkezdtem ezt a full nap vlogot, és mondom, közben meg azért unboxing, az külön videót érdemelne, mert ugye az unboxingot azt nagyon szárátíták gyárákák, és akkor nagy a nézátség, hogyha a címbábánál van az, hogy unboxing. De most kivételesen nem külön videóban lesz, hanem ebbe lesz belevágom, mert most ezt így szántam, hogy egész napi videónak, és kész. Aki meg nem nézi végig, mert mondjuk elgretten, hogy milyen hosszú, az lemarad róla. Az majd későbbi videókból fog értesülni, hogy jé, már megvan a teleszkópos botja ennek az állatnak. Hoho. Na, úgy látom, hogy a kínaiak nem csináltak bele ügyet, hogy akár egy ilyen négyzetes dobozba is bele rakják, simán ki lehet tapintani, hogy ez egy hengeres valami, aminek a végén van egy akármi. Na most magamba szúrom a kést, ahogy szoktam, természetesen. Remélem, hogy jól állítottam még be mindent, lámpát, fényt, minden szart, hogy... Na, ennyi az egész csomagolása a portékának, kérem szépen. Egy záródó nájlontosok. Mert ha kicsit közelebb teszem a GoPro-t, akkor jobb lesz, csak közben nem kéne macerálni az egeret, mert felébred a gép. És mérges lesz. Na! Szokás szerint ugye levélként jött, se garancia, se számla, na most. Pedig ezt nem az eBay-ről vettem, hanem a témától. Hát, ilyen cuccoknál rá kell tudni, hogy... Na, jaj, még ez is jár hozzá, aha, hát ami nekem már van, ugye? De nem baj, hogyha kettő van belőle, mert máshova állandóra fel lehet fogatni. És akkor maga a készség. Amire azt mondta Szőlős Jáp, egy szar, mert mindig elfordul. Már kíváncsi leszek rá, hogy mennyire tudom én kezelni majd ezt. Hát annyit azért már is el lehet mondani róla, hogy jóval könnyebb, tehát jóval kisebb a súlya, mint az én házi gyártmányomnak. Nézzük meg, hogy működnek-e az alkatrészei. Először is ez a forgófej, ez az elforgatható dolog. Ez szépen működik. Aztán a csavarbizgentyű az működik rajta. És megnézzük, hogy ki lehet-e húzni. Hát egyelőre eléggé bele kell kapaszkodni. Tehát nem mondhatnám, hogy... olyan könnyű, tehát könnyű kihúzni. Viszont ugye, amit maszekban nem tudtam megoldani, az a csuklószí, és az azért ad az embernek egy biztonságérzetet, de mekkora kezük van ezeknek a kínaiaknak, te fejem? Dick! Hát ezen még nem megy át az én kezem se, pedig nekem állítólag ilyen izém van, ilyen nőgyógyász kezem van, azt hittem, hogy ezt lehet állítani ezen valamit. Azt mondták szakmunkásban, ugye, hogy ez ilyen nőgyógyászkéz ez a bűvészeknek, zongoristáknak való. Na, azt fogják hinni szerintem itt Nyírbátorban, az emberek még nem láttak ilyet, szerintem azt fogják hinni, hogy én vak vagyok, hogyha ezzel fogok közlekedni az úton. Na, de akkor próbáljuk is ki. Legott! Már lekapjuk a GoPro-t erről a... Hogy hívják? Narancssárga állványról.
Fény, ne? Hát a tripod mountot azt rajta hagyjuk, mert az úgy is köl, ehhez is. És akkor erre felgyógyítjuk. Na, jobbos vagy balos vagy? Milyen menet ez? Aha. Franco, Franco. Szöget kell úgy belőni, ahogy már tanultuk, hogy rálássak a tetejére. Hát ez még nem jó. Ugyebár. Kicsit előrébb biccenteni. Igen, ez legyen derékszög, és akkor így. Jó. Na jó, GoPro-val együtt már van súlya ennek is. Így van, viszont nem tudom elejteni, mert még el tudom ejteni, mert még nem hurkoltam rá a csiklaumra. Na. Hát ez ilyen hosszú. Hosszabb, mint a házi gyártmányú botom. Hát a házi gyártmányú botom az csak ekkora volt. De ott már megtanultam, hogy milyen szögbe kell. Most lehet, hogy belelátszik például a nyél, amit én nem szeretek. Valakit nem zavar, például így szokták beállítani derékszögbe. Ugye? Sok-sok GoPro videón látok ilyet, hogy így állítják be derékszögbe, és akkor... De én nem szeretem, én azt szeretem, hogyha... Ha nem látszik bele a nyele. Inkább kicsit így tartom alulról felfele, mint a véres kardot. No. Hát, ezt ilyen messzire ki lehet nyújtani, jaj, Istenem. No. Ahol nem fordul ezzel, miért fordulna el? Semmi, öcsém, olyan stabil, olyan masszív. Itt tud forogni, itt nyíl be. De egyelőre, mondom, atomstabilnak tűnik. Úgyhogy, ha rövidebbre van szükség, akkor meg össze lehet tolni. Egy pillanat alatt. És akkor, hát itt sokkal könnyebb. Na, hát én ezt már nagyon vártam. Elfelne ezekbe a kínai kacsókba, öcsém, hogy na nézed te, hogy nem fér át rajta a kezem, na majd csinálunk erre valami jobb fajta tartót. De lehet, hogy azért csinálják ilyen kicsire, mert hogy úgy vannak vele, hogy ha átfér könnyedén a kezünk rajta, akkor meg könnyedén le is esik, de hát nem lehet, mert ugye ökölbe van szorítva alapértelmezetten. Na, örülök akkor, hogy ez megjött. Nem is tudom, mikor rendeltem én ezt. Témát.com, most itt Breast Enhancer Massage. Micsoda? Csecsnövelő, vagy mi? Meg beszarok, csecsmasszírozó, meg ilyeneket izéből. Beírtam a tegnap, hogy az eBay-re, hogy suction cup, mert valaki kérdezte tőlem e-mailbe, hogy nem tudom, hol lehet kapni suction cupot, mert ő nem talál sehol. Azt beírtam így, hogy suction cup, azt egy csomó műfaszt kihaigált nekem. Ugye valami köze van a suctionhöz. De hát nem kifejezetten. Ugye utána ezére kellett rákeresek kimondottan a GoPro kiegészítők között. No. Jó lesz-e? Csak nem szabad elfelejteni eztet a csavart meghúzni, ami garantálja nekünk a vinklit. Jó? A derékszöget. Azt akkor lehet vele kardozni. No. Akkor a mai napra a... Hogy hívják is megvan. A... Unboxing. Na. Létszi videóba. Semmi hirdetés, csak kérdés. Ja.
Azt mondja, hogy láttam a videót, nem úgy értettem, hogy tőled, hanem hogy mit ajánlasz amúgy meg a nevemet beolvashatod. Mondja Szakolcai Botond. Ja. Hát jó van, csak akkor pont a lényeg maradt ki az e-mailből. Tehát gyerekek, mikor valaki kiír ilyet a Facebookra, hogy Encore meghívó valakinek, és akkor jön rá ez, hogy hát adj egy e-mail címet, azt küldök. Nem úgy értettem, hanem én adnék. Hát akkor írd ki azt, tehát ha kimarad a mondatból az ige, akkor értetetlen a mondat. Hát most, hogyha kihagyod azt, hogy te szeretnél, hogy miért ajánlok, akkor megmondom, hogy miért ajánlok. Nem tudok asztali mikrofon állványt ajánlani, mert nekem ilyen sose volt. De szerintem bármilyen megteszi. Ami elfér az asztalodon, és amit meg tudsz fizetni, az szerintem használ. Tehát a mikrofon állványt szerintem nem kell annyira túldimenzionálni, főleg, hogyha nem ének stúdióban van. Akkor is inkább az, hogy alatta legyen csillapítva, tehát elég ilyen gumi legyen, meg mit tudom én, hogy ne vegye át a padlónak a rezgéseit, meg ilyesmit. Asztalon nem, azt nem szorod. Mondjuk asztalon se át, hogyha alárakunk egy kis csillapító anyagot, mert például ez is bebír rezonálni, és akkor néha, hogyha így behajolok el, azt így beszélek, akkor ilyen ilyen lesz tőle a hangom. Pedig itt van rajta a mikrofon. Na, jó. Üdv, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy amiket maga csinál, grafikai dolgok mennyibe kerülnek? Engem legjobban a YouTube kép érdekel. Ez ugyanaz, aki reggel írt? Nem ugyanaz. A név más. Hát ha van konkrét feladat, akkor arra tudok konkrét árajánlatot adni. A YouTube csatorna képeket azt 8500-ért csináltam eddig is másoknak, aki kérte. Ma is kértek már egyet, de drágálták, hát kész, ennek ennyi az ára. Többnapos feladat, elmondtam reggel. Ezt ennyibe kerül. Más, ugye, másfajta grafika, az más árba van. Tehát most egy póló minta, egy szórólap, egy hirdetés, egy reklám, egy banner, egy animált banner, egy akármi, ez mind más-más árkategóriában, úgyhogy így általánosságban nem lehet mondani. Ja, jó van. Na, kíváncsi leszek, mennyire fog beválni ez a monopod, aztán hajrá, elindulunk vele a nagyvilágba. Jelenleg egy óránál tart ez a maratoni projekt. Hát elképzelni nem tudom, hogy végül milyen lesz. Illetve, hogy mennyi idejbe telik majd ezt megcsinálni. Mert mondjuk, hogyha az egész napot végig akarom venni, akkor mondjuk úgy éjfélig. Még azért az éjféli történéseknek is benne kéne lenni. És akkor mondjuk éjfélkor lezárom a napot. Akkor már dumálni se nagyon lehet, mert anyám már alszik a másik szobába. Akkor éjfélkor állok neki lerenderelni, amikor egyébként neki szoktam állni 0 órakor feltölteni a videókat. De akkor ez nem lesz, hogyha ez az effekt, ez szar. Hát lehet, hogy reggel 5-ig fogja renderelni, utána meg délelőtt 10-ig felfele tölteni. Vagy 8-ig. Tehát nekem holnap reggel menni kell a laborba, meg minden. Pont rossz napot választottam erre a full vlog projektre, de hát most már mindegy, most már végigcsináljuk, ahogy van. Videók morálja. Ó, még egy lebaszás.
Tisztelt Tamás, az elmúlt napokban láttam néhány videóját, és tolerálhatatlannak találom, hogy ön néhány videóban percenként káromkodik, vagy Istent és a keresztény embereket gyalázza. Maga szerint jó van ez így, hogy ha egy gyermek megnézi, akkor ezt tanulja magától? Szerintem nem. De én tudom, hogy magán is segít a Jóisten, és megváltoztatja a nézeteit. Esetleg szórassa be magát szentelt vízzel, az segít. Most, de most erre mit, ha most erre azt mondanám, ami elsőre a nyelvemre kívánkozik, akkor az egy újabb imélt szülne. Ezért inkább nem is mondok semmit. De nem hiszem, hogy percenként káromkodnék, bazd meg elni szoktam, de az kötőszó, nem pedig káromlat. Tehát igen, amikor olyan van, elkap a gépszi, igen, akkor káromkodok. És tehát ezt már egyszer elmondtam, de akkor elmondom újra, kedves Bernadett, a magyar nyelvnek a sajátossága, ezt kikapcsolom, hogy ne zavarjam minket az úgásban, a magyar nyelvnek a sajátossága, hogy a káromkodások azok nagy részt Isten káromlatok. Na most én nem fogom azért megváltoztatni, vagy átfogalmazni az anyanyelvemet, meg a nyelvem struktúráját megváltoztatni, csak azért, mert önnek nem tetszik. És nem fogok franciául káromkodni, és nem fogok angolul káromkodni, mert a saját anyanyelvemen esik jó káromkodni. Tehát kész, most ez van. Hát magyar lett az anyanyelvem, magyarul káromkodok. Nem tudom, hogy ön, kedves Bernadett, milyen nyelven szokott káromkodni, de szerintem maga is az anyanyelvén káromkodik. Én a keresztény embereket gyaláztam. Hol? Mikor? Na most kérek egy olyan e-mailt, amibe olyan videó van, ami időbélyeggel megjelölve, ahogy tanítottam, ahol én bárkit is, keresztény embert gyaláztam volna. Mert ilyen nem volt. Ilyen sose volt. Ilyet nekem egyet se tud mutatni. Ez rágalom, és hogyha nem tud ilyet mutatni, akkor ne írkáljon nekem ilyesmit, mert ez rágalom. És ez ellen lehet jogi lépéseket tenni. Maga szerint jó van ez így, ha egy gyerek megnézi, akkor ezt tanulja magától. Egy. Minek nézi a gyerek? Ez egy felnőtteknek szóló vlog. Mi a fasznak nézi a gyerek? Hát ez... Gyereknek nem is lehet még YouTube fiókja se. E-mail címhez van kötve, e-mail fiókja is csak 18 éven felülinek lehet, miről beszélünk. Gmail fiókja se lehet elvileg senkinek, csak 18 éven felül. A gmail fióka a YouTube-nak a alapfeltétele. Az meg, hogy a gyerek mit nézhet meg mit nem, azt meg a szülő felügyelje. Van egy olyan a Windowson évtizedek óta, hogy szülői felügyelet, ha jól tudom, már az XP óta, ami már több mint egy évtizedes elmúlt, azóta létezik olyan, csinálni kell a gyereknek egy korlátozott felhasználói fiókot, belőni a izéket, hogy ezt nézhet, ezt az oldalt megnyithatja, ezt az oldalt nem nyithatja. YouTube-ot letiltani. Az kész. Hát az én gyerekem lenne, akkor arról majd én gondoskodnék, hogy az azt tanulja, amit kell. Maga meg a saját gyerekéről gondoskodjon. Na, hogy már most én nem mondhassak ki azért azt, amit szeretnék, meg azt, amit gondolok, mert nehogy más néz, azt akkor rosszat tanul belőle. Hát ha rosszat tanul belőle, akkor az rosszra hajlamos. Én semmi rosszat nem tanítok senkinek. Esetleg szórassa be magát szentelt vízzel, az segít. Kedves Bernadett, esetleg maga meg szórassa be magát 2 méter vastag földdel, és akkor az talán segít. Jó? Na.
idióta vallási fanatikusok. Felbaszta az agyam, bazd. Be kell vegyek egy frontint öcsém, mert úgy felbaszta, hogy remeg a kezem. Az Istennek a büdös faszába, bazd, meg kell bepofázni az embernek az életébe. A kurva Isten faszának nézed az én videómat. Ne nézzed, bazd meg. Nem kell, ez már el lett mondva már hányszor. De a gyereked meg főleg ne enged, hogy nézze, mert nem gyereknek szól az én vlogom. Jó, nézzünk már ki. Nem, hogy örülnél, hogy én nem fingok a videóba, bazd meg. Istennek a faszár, bazd meg. Öcsém, nem volt szándékomba, hogy én a mai nap kijöjjek a sodromból, és pont azzal veszel rá, hogy káromkodjak, hogy kijöjjek a sodromból, hogy ilyen idiótaságokat írkálsz. Mert egészen eddig a pillanatig teljesen nyugodt voltam. Szóros be te magad, bazd meg izéve. Szénne, koksza, idióta. Hon sértettem én meg izé bárkit is. Bárkinek a vallását. Mindig az ilyen idióta vallásosokról beszéltem, bazd meg, akik ilyen vallási fanatikusak. Én nem arról beszéltem sose, hogy a vallásos emberek idióták lennének, én ilyet soha nem mondtam. Én azt mondtam, hogy az idióta vallásosak, a vallási fanatikusak, a kettő nem ugyanaz. Tessék megtanulni a saját anyanyelvén értelmezni a mondottakat, meg a hallottakat. Bazd meg. Majd rá fogok szokni majd a te kedvedért, hogy izé, franciául káromkodok, ó. Hülye idióta. Remélem most már elégedett vagy. Google billing, az igen. Na végre. Na. Jelentkezzem be az AdSense fiókjába. Elküldték nekem a kifizetést. Merem remélni, hogy izét is küldenek most már, ugye, hogy 2015 van január, hogy adópapírt meg a többit. Ugye? RPM. Felként tölteni a fotobucketba már ezt a két legutóbb csinált csatorna képemet referenciának, mert már máskor is volt rá szükség, hogy megmutassam valaki másnak, hogy na ilyet tudok csinálni, ilyen csatorna képet, és mindig úgy kellett előásni, most már nem leszek lusta, hanem előkeresem azt, mondja, pay Photoshop fájlok, és akkor, de kár, hogy nincs egy rohadt előnézet ebbe a Photoshop izébe. Azt mondja, mi volt ennek a neve? Azt mondja, hogy húha. Nincs egy előnézeti kép a Photoshop CS6-ba se, hanem izébe kell. YouTube csatornakép, trauma, YouTube csatornakép, sablon. Azt mondja, hogy nem lehet egyszerűen megtalálni.
Nézzük már meg, hogy képek. Ott volt olyan, hogy Illustrator Files, és abban volt, hogy nekem egy munka, és akkor abban volt, hogy aha, Rich Juniornak, vagy Junior Richnek volt egy, igen, az PNG-be, ez így néz ki, jó van, akkor ezt nem is kell. Na, tetszik látni, milyen baba? Tehát ez full screenre ki se fér, ugye ez 2,7K-ba van csinálva. Akkor ezt én feltöltöm egyrészt, ide kivágom az asztalra. És a másik volt még, ó, mi volt a neve, mi volt a neve? The American Dream. Ő neki, de ez már nem Illustratorban készültek az alapdolgok, de Photoshopba lett összerakva, úgyhogy csak a Photoshop mappába kell, hogy keresgéljek. A kupleráj van nálam. Van a P betű. De nem az. Photoshop files. Mi volt? De nézzek, hogy egy perc múlva már kiesik a fejemből. Ha nem igaz, bazd meg. Hát nem igaz. Mi volt a neve? Már nem bassza már fel az agyamat. Hon vagyok már. Sok szerencsétlen kerést ki fogom vagdosni. Mi a neve? The American Dream, bazd meg. Ho a francba tettem el? T betű. Photoshop files. Öcsém. Pedig Photoshopba lett összerakva. Ő is nincs meg. Ez nem az. Ez az én. Ez én. Létezne, hogy itt is van egy munka. Mit csipog a telefonom? Be kell vegyem a mai második gyógyszert. De azt már az előbb bevettem ilyen hirtelen felindulásból, mikor csak kihúzom a akkutöltőt, mikor a szanaxot tettem be, jó van, legalább a telefon fel lett töltve, jó van már, megvan már. Csináltam én a Photoshop mappán belül is egy olyan mappát, hogy munka, és itt van benne American Dream PSD, oké. Ebből renderelünk egy PNG-t. Azt mondja, hogy a mentés másként. Hát jó lesz JPEG. Az lesz a kötője. Jó. To be. Cover JPG. Na és akkor ezeket felrakom a fotobucketra, hogy jó, akkor nem kell megnyitni. Library. Megint átvariáltátok. Library. Azt mondja, van nekem egy olyan. Itt vannak a referencia képeim, ez a vlogomon is, a blogomon is megtalálható. Egyébként a bonfire.blog.hu-n. Hogyha valaki kíváncsi a munkáimra, hogy mire vagyok képes, mint grafikus, akkor itt legördít az oldalsába, és itt van, hogy referenciák. Tetszik látni, a kéz mutatja, hogy ez egy kattintható link.
és akkor engem idehajít a fotobaketra, és akkor itt meg lehet nézegetni az én munkáimat, amiket már korábban csináltam, koncertplakátok. Hátterek, ez is koncertplakát, reklám, tipó, rajz, ez is tipó, még egy tipó, Photoshop grafika, figurák, logóterv, izé névjegykártya, lemezborító, ez is különböző kis effektek, meg illusztrációk, ugye ilyen rendszám, ez például full vector grafikus illusztrátorba készült. BFR. Ki tudja, mit jelent a BFR 975? Miért pont ez lett a rendszám? Megsugom. BFR az a Bonfire-nek a rövidítése, és a 975 pedig azért, mert 975-ben születte. Azért lett. Itt még ez is ki van szerkesztve, ezek a matricák, ezeket is úgy szerkesztettem ki külön fájlba. Ez egy fejléc volt, ez egy logó volt. Hát itt ilyen anaglif képekkel kísérletezgettem, wallpaper, névjegykártya, animált, hogy mondják, cuccok, animált gifek, reklámok, a saját névjegykártyám, Galaktika pályázatra készült logóterv, ilyen fiktív könyvborító látványtervek, meg ilyesmik. Na, szóval van itt minden, akit érdekel, hogy mire vagyok képes, az megnézheti ezeket a referenciákat. És akkor ide már most feltöltöm azokat a fotókat, ezt a két fotót, ami ugye, amit most linkelni fogok másnak, azt mondja, hogy csak ennek nevet kell adni rendesen. Edit. Nehéz szerkeszteni. Ne a fotószerkesztőt add már be, hanem a tegeknek a szerkesztését. Azt mondja, hogy rá kell kattintani, hogy bejöjjön. És akkor click to add title. The American Dream. Apostrof, de amerikai apostrof kell, TV, apostrof bezárva, és akkor YouTube cover, és pipa, és akkor megvan az egyik kép, és bekerült a referenciákkal, és akkor upload. Ez a fotobaket, ez annyira túl van variálva. Nem is jó helyre töltöttem fel. Te! Mert van itt külön nekem egy olyan albumom, hogy referencia. Ebben van 117 kép. És akkor albumok. Recent uploads. Mostanában feltöltöttem. Remélem át lehet mozgatni. Nem lehet átmozgatni. Move. Move to album. Where do you want to move? The American Dream TV YouTube cover to. Select album. Referencia albumba. Warning. Moving files will cause your direct links, slideshows and stories to break. Jó. Oké, tehát direkt linkjeimet már megváltoztam. Hogyha már eddig belinkeltem volna valahova, akkor jó, most már ez is itt van referenciák közé, és akkor click here to upload. Asztal. Junior Rich. Az lesz a neve. Hát ezek szép nagy felbontású képek, azért megy fel ilyen lassan. De most már, hogyha legalább itt meg lesz a referenciák között, akkor nem kell állandóan visszafele keresgélnem a Winchesterről, hogy na.
Jó. Jó, adjunk ennek is egy nevet. Ő sem fog megharagudni, érte a kirakom referenciára. Azt mondta nyugodtan. Junior Rich YouTube Tower Cover. Click to add description. Nem szoktam ilyen leírást hozzáadni szerintem. Na, és akkor itt be lehet linkelni. Na nézd, csak ilyen csatorna képeket szoktam szerkeszteni. Ez az én munkám. Csak azért, mert most levelet írok valakinek, és akkor szeretném megmutatni, hogy na, erre kíváncsi, és akkor ennyivel is beljebb vagyunk. Na. És annyira töltögettem fel ezeket a képeket, hogy közben úgy elszállt az idő, kettő darab képet akartam feltölteni, azt a végén sok lett belőle. Na majd elmondom, csak én még tulajdonképpen máma nem ettem azon a kis ebéden kívül. Csak egy sportszeletet, sőt nem is sportszeletet ettem, hanem valami mást. Úgyhogy most beköl kapjak, van még itt még főtt kaja van. De most én arra nem vágy, de van itt egy kis eperjam, meg óvodások kedvence grizes tészta. Ezt fogom vacsorálni. Aztán lassan lehet, hogy be is fejezem ezt a mai napi vlogolást. Sok volt az így egyszerre, hogy dolgozzak is, haladjak is a feladataimmal, de azért legyen minden megörökítve. Ugye? És akkor közben még rakjam egymás mellé. Kicsit sok volt. És... És ilyenkor vesz észre az ember, hogy nem is eszik egész nap, mert annyira el van merülve itt a dolgokba. Nem ettem meg mégis a sportszeletet, akkor mit ettem meg? Valami másik csokit ettem meg? Valamelyik másik csokit. Na jó. Azt a kis... Hogy hiányok ott? Lekvárt össze kell keverjem egy kis vízzel. Úgy szoktam, mert annyira sűrű, hogy egyébként nem lehet elkavarni a tésztával. De ez is megteszi ez a kis edénke. Jó, finom. Eperjam. Na, szóval két képet akartam feltölteni a Photobucketra. A referenciák közé. És akkor hogy megállt az a villotték. És akkor kiderült, hogy van még nekem egy csomó olyan munkám, Illustrator, Photoshop képek, amiket az utóbbi két évben csináltam, és amelyek jól sikerültek, azt mindet a Facebookra töltögettem fel, hogy emerált Facebookon meg kell osztani, de pont ott, oda nem volt feltöltve, ahova kellett volna, tehát a referencia képek közé. Éppen most nagybőszön ezért nekiálltam, és elkezdtem kifele renderelni azokat a képeket, amelyek jók, és még nem voltak feltöltve. Most úgy elszartam vele az időt, szép kis, gyönyörű szép kis slideshow-t csináltam. Befrissítettem a
Bonfire Blog Facebook oldalát is, oda is kitettem a slideshow-t, meg a privát Facebook oldalamra, a Turi Tamásra. Úgyhogy hát most már gyönyörködni benne. De megmondom már őszintén, hogy hajlamos vagyok az evésről megfeledkezni. Az pedig nem jó. Hogy néz neki ki éhez. Ma már nem is ehetek éjfél után, mert ugye holnap reggel vérvétel, és ugye azért ügyelni kell arra, hogy zabálást azt befejezni. Legkésőbb éjfél után már nem lehet enni. Na. Sorry, ez van, kibírom egyszer egy két hónapba. Az a lényeg, hogy jó vagyok, nem vagyok beteg. Ja. Hogy bírok enni. Mert ugye nálam ez is nagy szó. Ugye? Ajjajaj. Ez lesz ma az utolsó vacsora. Utána már csak pót vacsora van. Utolsó vacsora után. Na. Jó étvágyat nekünk. Ó, boruljál te meg. Sztrájkolsz, hogy mi van. Valaki annyira nem akarja látni, hogy hogy eszek. Na jó van. Megkímélek benneteket tőle. Na én úgy döntöttem, hogy lassan véget vetek a napnak. 11 óra van, és ugye most már vége a dühöngésnek. Most már semmiben nem kezdek bele, hanem átmásolom a Winchester-re a filmet, amit ma este meg akarok nézni. Mi a címen? The Maze Runner. Valamilyen labirintusos film. Állítólag jó. Szépen levackolok ide magamnak a földre, ahogy szoktam. Most ugye nem mindig szoktam a földre vackolni, ez csak ilyen kényszer szituáció. Amíg nincs meg a fejhallgató hosszabbítom. Másol, közben másol, jó. Nos, itt ide bekészítem. Osztja a nagyot. Ma este kivételesen nem fogok fenn sokáig kukorékolni. Csak megnézem ezt a filmet. Közben menni fog a videórendőr. Mert ugye 90%-ban össze van szerkesztve. Menni fog a rendőr. Beállítom magamnak az ébresztő órát, hogy mikor végzett a rendőr, akkor el tudjam indítani a feltöltést, hogy dél körül már felérkezzen a videó. A maraton vlog. Másolsz, még másol. Egész jó vagyok már ebbe a földre ágyazásba. Ahogy látom. Na. Akkor az jöhet ide vissza, és akkor fejhallgató. Ezt is szétvágtam a múltkor ollóval, én is úgy jártam, hogy vágtam a vezetékeket, azt belevágtam. Ebben szerencsére nem vágtam el a kábelt, csak a kis burkolatát sértettem meg, de azért leszigeteltem szigetelő szalaggal. Már egész jól tudok dugni hátulról. Hát már soltad már, mi van már? Víz.
És akkor kell még nekem ilyen nos éjszakára. Táv kapcsoló. Jó, másolás megvolt akkor. Bezár, bezár. Ez ment. Hoppa. A hardvert biztonságosan kell leválasztani mindig. Sose húzom le csak úgy. Lehet, hogy ezért tart még mindig olyan sokáig. Jó meleg már, ez a gép túl van hevülve. Na. Majd paszportocskám ide. Azt egy fejhallgatóval meg nem zavarok senkit éjszaka. Éjszakai tévézésre. A faszán kitaláltam, nem? Így né. Ide ledöglök. Így. Fejemre húzom ezt a szart. Sőt, még le is tudok feküdni. TV on. Lábam is ki tudom nyújtani. Charlie megy. Jég a viszkivel. Na. Jó. Még nem olvasta be a külső vinyót. Na most van beolvasta. Úgyhogy... Ha meg meglesz a hosszabbítókábel, akkor még nem kell lesz vele még ennyit se tökülni, hogy... letegyem a matracot. Mert akkor el fog érni odáig, hogy az ágyra fel tudjak feküdni. Na jó. Még ki kell csattogni a konyhába. Ez egy falatokért, amit én ilyenkor filmnézés közben zabálni szoktam. Nekem ez. De ez is sokkal, minden sokkal. Fát alapállásba állítjuk. Ennyi teja van csak. Ezt fejezni kellett volna még egy csoporra. Mindegy. Elég lesz már most. Nem teázzuk tele magunkat koffeinnal éjszakára, mert akkor meg nem lesz alvás. Ugye? Ugye? 150-et kell kavarni. Teján. Mire elolvad az összes cukor, megszámoltam. Vagy egy percen át kavarod, vagy 150-et kavarsz körülbelül. Ez a kettő megfelel egymásnak, és akkor olvad el tökéletesen a cukor benne. Jó, mi? Ja. Ó, ez már mennyi.
mi kell még ide? Az esti gyógyszerem. Két napja készülök ezt az almát megenni, de már nem lesz belőle semmi. Na. Jó van. Most leesik a GoPro, vagy nem esik le? Mindenesetre megpróbálok úgy zsonglőködni, hogy ne essék le. Jó, rendben. Hát akkor ez volt a mai nap. Tévé, aztán csúcsuk, mert hónap labor szuri. És kész. Jó éjszakát!